Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Külön is köszöntöm az érettségi vizsgára készülőket. Ma velem, az én segítségémmel a számtani sorozatokat fogjuk áttekinteni. Baginé Urbán Ilona vagyok, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumának matematika tanára. Lássuk, tehát tévéműsorokban, intelligencia tesztekben, különböző kvízműsorokban nagyon gyakran találkozunk az ehhez hasonló feladatokkal. Melyik szám következik a sorban? 2, 3, 5, 7 után. Megadott válaszokból kell kiválasztani a helyeset. A szemfülesek már biztos észrevették, hogy a 2, 3, 5, 7 egymás követő prímszámok. Tehát a felsoroltak közül csak is a 11 a helyes válasz. A következő feladat ehhez is hasonló. Melyik szám következik a sorban? 1, 4, 9, 16 után. 1 az 1-nek a négyzete, 2-nek a négyzete 4, 9-nek, 9 az a 3-nak a négyzete, 16 a 4-nek a négyzete, tehát 5-nek a négyzete következik, ami a 25. Folytasd, mennyi lesz a sorozat 5. tagja. Ha 3-hoz 4-et adunk, 7-et kapunk, 7-hez 4-et, 11-et, újra hozzáadjuk a 4-et, akkor 15-öt, tehát a következő szám a 19. Úgy is gondolkodhattunk volna, hogy melyik számból kell kivonni a 15-öt, hogy 4-et kapjak eredményül. Ezért ezt a sorozatot különbség sorozatnak is szoktuk nevezni. Persze az 5. tag úgy is meghatározható, hogy felírjuk a sorozatnak az első elemét, ami 3. És ehhez a 3-hoz hozzáadjuk 4-szer a 4-et, és természetesen így is 19 a végeredményünk. Akkor nézzük ennek alapján, hogy egy matematika feladatban hogyan is lehet eldönteni, hogy a megadott számok számtani sorozatot alkotnak-e. Egy számsorozatnál, ha bármelyik elemből kivonjuk az 5 megelőzőt, akkor mindig ugyanazt a különbséget kapjuk. Persze, hát ebből kivétel az első elem, hiszen nincsen előtte a sorozatnak eleme. Ezt az állandót a differencia szóra utalva D-vel jelöljük. Tehát az előző példánál a sorozat első eleme 3, és a differenciája 4. Ez a sorozat számtani sorozat tehát. Mi matematika tanárok azt szoktuk javasolni a diákjainknak, hogy a feladat szövegét fordítsátok le a matematika nyelvére. Ehhez a matematika különböző elnevezéseket és jelöléseket használ. Az első elemet A1-jel, a másodikat A2-vel, és így tovább, természetesen az n-edik elemet AN-nel jelöljük. És mint az előbb mondtam, a különbségnek a jele a D. Nagyon sokszor szükségünk van a számtani sorozat első N elemének az összegére, ezt SN-nel jelöljük. És összegyűjtöttem számotokra azokat az összefüggéseket, amelyek hasznosak a feladatok megoldásánál. Az N-edik elemet tehát úgy lehet meghatározni, hogy az első elemhez hozzáadjuk n-1-szer a különbséget, az összegképletekre két hasznos összefüggést is látunk, de erre a későbbiek során még vissza fogok térni. Ezek az összefüggések annyira egyszerűek, hogy könnyedén meg is tanulhatóak, de szeretném felhívni a figyelmeteket a függvénytáblázat használatára. A függvénytáblázatban minden jelentős összefüggés megtalálható. Már biztos sok matematika tanár elmondta nektek, hogy a matematika érettségi két nagy részből áll. Az első rész az egy nagyon rövid válaszokat igénylő feladatok sorozata. Én erre szeretnék egy-két példát bemutatni nektek. Egy számtani sorozat első eleme 15, a differencia mínusz 3, mennyi a sorozat 6. eleme? Összegyűjtjük a számunkra fontos adatokat, tehát az első elem 15,
a differencia mínusz 3, és keressük a hatodik elemet. Írjuk fel az előbb említett összefüggések egyikét. Tudjuk jól, hogyha az n most 6, akkor a hatodik elemet úgy kapjuk meg, hogy az első elemhez 5-ször adjuk hozzá a d-t. Most már nincs más dolgunk, mint behelyettesíteni a megadott értékeket egyszerű matematikai műveletekkel. A hatodik elemre 0-t kaptunk eredményül. Úgy is megoldhattuk volna ezt a feladatot, hogy szépen leírjuk elsőtől kezdve hatodikig az elemeket, és a 15-höz hozzáadjuk a mínusz 3-at, azaz elvesztük a 3-at, és így kapjuk, hogy a sorozat első 6 eleme 15, 12, 9, 6, 3 és 0. Több olyan feladattal is találkozhatunk, amikor nem biztos, hogy az első elemet és a különbséget adja meg a feladat, hanem bármelyik két elemének, a számtani sorozat két elemének bármelyikéből meg tudjuk határozni a sorozat bármelyik elemét. Újra tegyük azt, hogy fölírjuk a számunkra fontos adatokat, tehát a hetedik elem 12, a tizedik elem 33, és keressük a sorozatnak a 12. elemét. Készítsünk egy kis vázlatot ennek a feladatnak a megoldásához. Szépen fölírjuk egymás után 7-től a 12. elem helyét. Beírjuk az ismert elemeket, tehát a 7. elem 12, a 10. elem 33. Gondolkodjunk együtt. A 7. elemből a 8-at úgy kapjuk meg, hogy hozzáadunk 1D-t. A 8-ból a 9-et úgy, hogy megint hozzáadunk 1D-t. Majd megint 1D-t, és el is jutottunk a 10. elemig. Vagyis a 7-től a 10. elemig úgy jutunk el, hogyha a 7. elemhez hozzáadunk 3D-t. Írjuk is ezt le. Behelyettesítjük a meglévő elemeket, d-re nézve egy nagyon egyszerű egyenlethez jutunk, az egyenlet rendezés szabályait alkalmazva a d értékére 7-et kapunk ebben az esetben. Folytassuk tovább a lépegetésünket a 10. elemtől, még egy d-t hozzáadunk, kapjuk a 11. elemet, még egyet hozzáadunk, 12. elemet, azaz a 10. elemből a 12-ig úgy jutunk el, ha 2D-t adunk hozzá. Ezt is írjuk fel. Beírjuk, hogy a 10. elem 33, most már ismerjük a D értékét, azt is behelyettesítjük, és A12-re, azaz a sorozat 12. elemére 47-et kapunk eredményül. Az 1700-as évekből egy legenda maradt ránk. Az akkori kis első osztályosuk matematika tanára, hogy lekösse a gyerekeket, azt a feladatot adta nekik, hogy adjátok össze a számokat 1-től 100-ig. Abban reménykedett, hogy ezzel jó ideig el lesznek a kis nebulók. Senki sem számított arra, hogy Gauss néhány másodperc alatt kész is lesz a feladattal. Megmutatom nektek, hogy Gauss hogyan gondolkodott. Összeadta az első és az utolsó számot, és 101-et kapott eredményül. Majd összeadta a másodikat az utolsó előttivel, újra 101-et kapott. Majd így folytatta szépen a sort, és rájött, hogy a 100 darab számot 50 számpárba tudja rendezni, és nem volt más dolga, mint 50-szer 101-et kiszámolni, és így 5050 volt a végeredmény. Gauss gondolatmenetét követve, akkor próbáljunk meg mi is olyan összefüggést fölírni, amivel bármikor egy számtani sorozat első n elemének összegét meg tudjuk határozni. Mit is mondott Gauss?
azt mondta, hogy az elemek számának felét, az n per 2, szorozzuk meg az első és az utolsó tag összegével. Ezt az összefüggést, ha egy picikét átalakítjuk, és az előbb oly gyakran használt n-edik elem összefüggésére szolgáló a1 meg n-1-szer d összefüggést, ha behelyettesítjük, akkor egy másik nagyon jól használható összefüggéshez jutunk. Ismétlem, függvénytáblázatban benne van. Lássunk erre is egy nagyon egyszerű feladatot. Egy számtani sorozat első eleme 10, a differenciája mínusz 6, mennyi az első 14 elem összege? Megint fölírjuk az adatokat. Tehát első elem 10, a differencia mínusz 6, és keresem az első 14 elem összegét. Nem ismerjük a 14. elemet, határozzuk meg először ennek a számtani sorozatnak a 14. elemét. Amit úgy tehetünk, hogy az első elemhez 13-szor adjuk hozzá a d értékét. Behelyettesítünk, vigyázzunk az előjelekre, és a 14. elemre mínusz 68-at kapunk eredményül. Most már semmi sem akadályoz meg minket abban, hogy az Sn egyenlő n-szer a1 meg an per 2 összefüggésbe behelyettesítsünk. Az n értéke most 14, az első elem 10, a 14. elem mínusz 68, osztva 2-vel. Szeretném felhívni a figyelmeteket az egyszerűsítésre. Ez sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé teszi majd a munkátokat. Tehát az S14 értéke ebben az esetben mínusz 406. Én elárulom nektek, hogy amikor középiskolás diák voltam, én azért szerettem ezt a fejezetet, mert nagyon sok feladat logikus gondolkodással, mindenféle matematikai képletek nélkül is megoldható, mint például ez a feladat. Egy cirkusznéző tere trapéz alakú. Minden sorban 4-jel több hely van, mint az azt megelőzőben. Hányan ülhetnek le az utolsó, azaz a 6. sorban, ha az első sorban 10 szék van? Készítettünk egy vázlatot, ott van, hogy a cirkusz nézőterének a sorai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt mondja a feladat, hogy az első sorban 10 szék van, a másodikban ettől 4-jel több, tehát 14, és így folytatva a sort, rögtön megkapjuk, hogy az utolsó, tehát a 6. sorban 30 ülőhely van. Azt is elárulom nektek, hogy tanárként meg azért szeretem ezt a fejezetet tanítani, mert hogy nagyon sok gyakorlati probléma oldható meg a segítségükkel, mint például a következő feladat is. A DVTK stadion egy szektorának első sorában 22 szék van, és minden sorban 1-jel nő az ülőhelyek száma. Hányan férnek el a 16. sorban? Én remélem, hogy már ennek a feladatnak a megoldása senkinek sem okoz gondot, tehát a számtani sorozatot alkotnak ezek a szék sorok, használjuk a jól bevált összefüggésünket, a 16. elemet úgy kaphatjuk meg, hogy az első elemhez, ami most 22, 15-ször adjuk hozzá a differenciát, ami most 1. Tehát a 16. sorból 37-en szurkolhatnak a DVTK csapatának. Tegyük fel, hogy ebben a stadionban 24 teljesen egyforma szektor van, és minden szektorban 20 sor. Hány férőhelyes ez az aréna? Én kivastagítottam a számunkra fontos adatokat, nektek is javaslom, hogy a feladat szövegébe vagy húzzuk alá, de legjobb, hogyha szépen kigyűjtögetjük. Az első elem, tehát az első sorban 22 szék van. A differencia az 1 továbbra is, és 20 sor van egy szektorban. Tehát az első feladatunk az,
hogy kiszámoljuk, hogy egy szektorban hányan tudnak helyet foglalni. Használjuk a Gauss által 6 éves korában felfedezett összefüggést, behelyettesítjük az AN egyenlő A1 meg N-1/D összefüggésenket, egy kis zárójel felbontás összevonás után eljutunk egy nagyon jól használható másik összefüggéshez. Ide, ha behelyettesítjük N helyére, hogy 20, A1 helyére 22, N-1 ebben az esetben 19, a differencia 1, és osztjuk 2-vel, 630-at kapunk eredményül, ami tehát azt jelenti, hogy egy szektorban 630-an tudnak leülni. Igen ám, de nekünk 24 teljesen egyforma szektorunk van. Nincs más dolgunk, mint ezt az értéket 24-jel, ha megszorozzuk, 15.120 férőhelyes az általunk megálmodott DVTK stadion. A valóságban azonban a DVTK stadiont nem a számtani sorozatoknak megfelelően építették, 14.646 a fedett ülőhelyek száma. Végezetül egy korábbi, 2006-os érettségi feladatot hoztam nektek. Az elején mondtam, hogy a matematika érettségi két nagy részből áll, ez a második részben található feladatsorok egyike. Egy útépítő vállalkozás egy munka elkezdésekor az első napon 220 méternyi utat aszfaltoz le. A rákövetkező napon 230 métert, az azutáni 240 métert, és így tovább. A munkások létszámát naponta növelve, minden következő munkanapon 10 méterrel többet, mint az azt megelőző napon. Nézzük a számokat. 220 méter, majd 230 méter, majd 240 méter. Láthatjuk, hogy ezek a számok egymást követő, számtani sorozat egymást követő elemei. De ha valaki nem jött volna rá, a feladat szövege segít, hiszen ott van, hogy a következő munkanapon 10 méterrel többet, mint az azt megelőző napon. Nézzük a kérdéseket. Hány méter utat aszfaltoznak le a 11. munkanapon? Az összes aszfaltozandó út hossza ebben a munkában 7,1 km. Hányadik munkanapon készülnek el vele? És az utolsó kérdés, hány méter utat aszfaltoznak le az utolsó munkanapon? Az első kérdésre a válasz már rutinszerűen tudjuk. A11 az egyenlő, A1 meg, 10-szer a differencia, az A1 az 220, a differencia 10, és így azt kapjuk, hogy a 11. napon 320 métert aszfaltoznak le. A második kérdés kicsivel bonyolultabb is és érdekesebb is. Tudjuk, hogy a számtani sorozatnál az elemek számát N-nel jelöljük. Tehát az N az csak pozitív egész szám lehet. Így az SN értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 7100 kell, hogy legyen. Emlékszünk vissza, hogy a feladat szövegében 7,1 km utat adtak meg, tehát ezért célszerű átváltani a kilométert méterré. Választunk egy összefüggést az összképletekből, behelyettesítünk ide, és látjuk, hogy N-re nézve egy egyenlethez, egy ismeretlenes egyenlethez jutunk. Beszorozzuk az egyenlet mindkét oldalát 2-vel, zárójelet bontunk, összevonunk, újra zárójelet bontunk, és hogy kisebb számokkal kelljen számolni, osztunk 10-zel, és kapunk egy másodfokú egyenletet, amit a másodfokú egyenlet megoldó képletével egyszerűen meg tudunk oldani. Ennek a megoldásai N1 egyenlő 21,88, N2 egyenlő mínusz 64,88. Amint látjuk, egyik sem tesz eleget a korábban feltett feltételünknek. A
A mínusz 64,88%-ot rögtön kizárhatjuk, hiszen egy negatív szám a feladat szövege értelmében nem lehet megoldás. De nagyon érdekes az N1 egyenlő 21,88%-os megoldásunk is. Gondoljuk még egyszer végig a feladatot. Mi is történik itt? A munkások az első nap reggelétől dolgoznak a 21. nap végéig. Igen ám, de nem fejezik be a munkát. De a 22. nap már a teljes munkaidő végéig nem tart az aszfaltozás, tehát ebben az esetben a feltett kérdésre a helyes válasz, hogy az aszfaltozás így a 22. munkanapon fejeződik be. Szeretném itt megint fölhívni valami fontos dologra a figyelmeteket. Azt tanítjuk, hogy szöveges feladatra szöveggel válaszoljunk. Ennek különösen nagy jelentősége van az ilyen típusú feladatoknál. Most már tudjuk, hogy az utolsó munkanap a 22., és azt is tudjuk, hogy itt a munkaidő végéig nem kell dolgozni a munkásoknak. Akkor kiszámoljuk, hogy az elsőtől a 21. nap végéig hány métert is aszfaltoznak le. Behelyettesítünk az összegzőképletünkbe, és kiszámoljuk, hogy az elsőtől a 21. nap végéig összesen 6720 méter aszfaltoznak le. És akkor már nincs más teendőnk, mint a teljes hosszból, jelen esetben a 7100 méterből kivonjuk a 6720-at, és megkapjuk, hogy az utolsó munkanapon, a 22-en 380 méter utat aszfaltoznak le. Akkor foglaljuk össze, még egyszer, számtani sorozata számoknak egy olyan sorozata, amelynél bármely elemből, ha kivonjuk az öt megelőzőt, mindig ugyanazt a különbséget kapjuk. És az összefüggések még egyszer, és még egyszer fölhívom a figyelmeteket a függvénytáblázat használatára. Szeretnék néhány segítséget is ajánlani nektek az otthoni felkészülésben. Nagyon sokat segítenek az ingyenessé tett online tananyagok, és különösen szeretném felhívni a figyelmeteket az Oktatási Hivatal honlapjára, ahol nem csak a matematika, hanem minden tantárgy érettségi feladatsorai és a megoldása is megtalálhatók. Tanácsom pedig a következő, hogy tanulmányozzátok a saját függvénytáblázatotokat és a saját számológépeteket, hogy majd éles helyzetben is biztosan tudjátok használni. És hát a sok-sok gyakorlás biztosan meghozza a gyümölcsét. Én Müller Péter gondolataival szeretnék tőletek elbúcsúzni. Sikeres felkészülést, eredményes érettségi vizsgát kívánok nektek. 100 nem megy után érkezik el a pillanat, amikor egyszer csak megy. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!